Kegyesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Csendesedjünk el és kezdjük meg Isten tiszteletünket imádkozással. Mennyei édesapán, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk most együtt, és amit te évezredek óta munkálsz a te szent lelked és igéd által, azt kérlek, hogy munkád most közöttünk is. Te a te népedet az ige hirdetés bolondsága által akartad megtartani, és megtartottad mindez idáig. Sok zivataros évszázadok voltak és nehézségek, de megmaradt a te néped, a Jézus Krisztus nevét valló gyülekezet, a hívek sokasága, közössége. Magasztalunk és áldunk téged a te kiválasztó munkádért. Magasztalunk és dicsőítünk téged a te áldásaidért, azért a reménységért, amelyet elénk állítottál. És kérünk, újíts, erősíts minket most is, hogy akik nem ismernek téged, megismerjenek, és akik ismernek téged, azok megerősödjenek. Jézus Krisztus nevében kértünk így. Amen. Maradjunk állva, amíg elolvasom Isten igéjét, ahogy a Máté evangéliuma 6. fejezetének a 25. versétől szól hozzánk, a fejezet végéig a 34. versig. Máté evangéliuma 6. fejezetének a 25. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkalé inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Foglaljunk helyet. Ennek a házaspáros hétnek most a reménység a témája, hogy tiszteletes úr ezt előre elmondta. És ennek a mai estének is van címe, van egy témája, ami a gondviselés. Reménykedhetsz Isten gondviselésében. Ezért olvastam fel ezeket a sorokat. Szeretném a gondviselést három oldalról megközelíteni. Gondviselés minden embernek, gondviselés az Ószövetségben, és gondviselés az Új Szövetségben. Nagyon érdekes, a minden ember felől való isteni gondviselés. Mert Isten nem csak megalkotni tudja a világot, hanem amit megalkotott, azt ő fent is tudja tartani. És ez egy nagyon fontos területe az életünknek. A gondviselés, az isteni gondviselés. Nagyon érdekes ez a terület azért is, mert amikor azt látjuk az Új Szövetségben, hogy evangelizáció van, akkor az evangelizáció témája a pogányok felé a gondviselés. Az Új Szövetségben nagyon nehéz olyan ige szakaszt találni, amely a nem hívő zsidóknak szól.
Azért, mert általában zsidó közegben fogalmazódik meg a Biblia mondandója, Jézus Krisztus is nem küldetett máshoz, hanem Izrael házának elveszett juhaihoz. A Biblia nagy része aztán a megtért embereknek szól, zsidóknak és pogányoknak is, de valami keveset olvasunk arról, hogy hogyan evangelizáltak az első keresztjének olyanok felé, akik nem zsidók voltak. Na most meg fogjuk ezt nézni a Szentírásból. Az apostolok cselekedeteiben kettő ilyen prédikáció van, amely nem a zsidóknak szól, és mind a kettőt szeretném elolvasni. A másik egy picit hosszabb, abból csak egy részletet, meg nem is tartozik mind a témánkhoz. Az első ilyen igehirdetés ott volt, ahol Pál apostolt majd később megkövezik Lisztrában. Azzal kezdődött az ottani misszió, hogy meggyógyítottak egy beteget, és az emberek azt hitték, hogy az istenek jöttek el, mert Pál és Barnabás meggyógyította a beteget. Hát annyira hittek abban, hogy ők istenek, hogy áldozni akartak nekik ökrökkel, és imádkozni akartak hozzájuk, és imádni akarták őket. Erre Pál apostol gyorsan leállítja őket, lefékezi őket, és elmond egy nagyon rövid igehirdetést, egy bizonyságtétel. Férfiak, mondja az apostolok cselekedetei 14-15-ben az apostol. Férfiak, miért mívelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes üzenetet hirdetjük nektek, hogy a hiába valóktól, már azoktól az istenektől, akiket ő bennük felfedezni véltek, a hiába valóktól az élő Istenhez térjetek. Na ki ez az élő Isten? A Jézus Krisztus atya? Az a Jézus Krisztus, aki meghalt a kereszten? Hát Pál itt nem így evangelizál. Azt mondja, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert, és minden azokban valókat, aki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni, jól lehet, nem hagyta magát tanú bizonyság nélkül. Tehát ige nem szólt hozzájuk, nem lett hozzájuk küldve proféta vagy üzenet, vagy csak nagyon ritka esetben, de nem hagyta bizonyság nélkül a világnak az embereit, az Ószövetségben sem, a régebbi időkben, mert jól tevünk az én Istenem a ti jóltevőtök, adván mennyből esőket és termő időket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. Ez volt az evangelizációs igehirdetés. Az Isten adta az örömöt a szívedbe, amikor a múlt héten ünnepelted a fiad 18. születésnapját. Az Isten adta az esőt a napraforgó tábládra, amit learadtál és olajat sajtoltál ki belőle. Az Isten alkotta meg ezt a világot, amin jársz, az Isten alkotott meg téged és benne mindent, és ő tartja fent, és a zsidók, azok tudták megfogni, hogy kicsoda az a Krisztus, mert ők ismerték a bibliai proféciákat, de a pogány emberek nem tudtak azzal mit csinálni, hogy Jézus Krisztus. Fogalmuk se volt azzal arról, hogy mit kell ezzel a névvel csinálni. Nem voltak még templomok, istentiszteletek, vallások, legalábbis keresztény vallások. Az emberek arról tudtak, hogy esik az eső, arról tudtak, hogy aratás van, arról tudtak, hogy érik a búza, arról tudtak, hogy most olyan jó, hogy ilyen szép nagy családom van. És azt mondja Pál apostol, az én Istenem műveli veletek ezeket az áldásokat. Gondviselő Isten, aki bizonyságot tesz önmagáról az egész világon. Aztán a másik ilyen teljesen sült pogányoknak szóló igehirdetése Pál apostolnak, egy picit hosszabb már, művelt görögöknek prédikál Athénban, az Areopágosz hegyén, és ott pedig így fogalmaz. Előállván pedig Pál az Areopágusznak közepette, írja az apostolok cselekedetei 17-22, mondta: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon Isten félőknek látlak titeket. Természetesen nem a helyes Istent félték, hanem mindenféle isteneket féltek, de egyfajta hívők voltak, csak nem a helyes módon. Tehát nem ateisták voltak, ez a lényeg. Mert amikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárral is, amelyre az volt ráírva,
ismeretlen Istennek. Ezek a görögök olyan rafkósak voltak, ha van egy olyan Isten, akit mi esetleg nem ismerünk még, és azt nem tiszteljük, akkor esetleg meg fog ránk haragudni. Ezért csináltak az ő panteonjukba egy olyan helyet, amire azt írták rá, és nem tettek rá szobrot, mert nem tudták, hogy hogy néz ki. A többi Istenről tudták, és azoknak szobraik voltak. Az ismeretlen Istennek, ez a plusz egy Isten, ha van, akkor ezt is imádjuk. És leborultak, és imádták az ismeretlen Istent. Azt mondja Pál, ez az én Istenem. Te mernél így evangelizálni? Mernél ennyire összefolyni a pogány kultúrával? Én még 10 évvel ezelőtt biztos bemegyek egy ilyen templomba, és azt mondom, hogy istentelen bálványok, az összeset a tűzre, térjetek meg innen, Jézus Krisztus elküldte az Isten, és hozzá kell megtérni, borulj le a kereszt alatt. Ezt néztek volna rám az aténiek itt pislogva, hogy ez meg miről makog itt nekünk. Semmit nem tudtak volna. És Pál apostol tudta, hogy ki kell használja ezt a lehetőséget, hogy itt van egy oltár, van egy istentiszteleti hely, ahol térdepelni szoktak, és ahol szoktak imádni egy ismeretlen Istent. És azt mondja Pál, na stipi-stopi, ez a hely az enyém. Én erről az ismeretlen Istenről beszélek nektek. Missziós zsenialitás. Meredek, de zsenialitás. Mert amikor, ja, akit azért nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura, kemény beszéd. Tehát nem azt mondja, hogy az én Istenem itt a 100. ebbe a panteonba, és most azért jöttem, hogy az 1%-ot biztosítsam neki. Kérlek, adjátok neki az 1%-ot. Nem. Az egész földnek az ura, meg az egész mennek az ura, az az Isten, akit nem ismertek, az én Istenem. Szóval kizárólagos üzenet volt, de Krisztus evangéliuma mindig is kizárólagos volt. Kézzel csinált templomokban nem lakik. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent. Az én Istenem adta nektek az életeteket, ott volt, amikor megfogantatok, ott volt, amikor anyátok méhében voltatok, ott volt, amikor megszülettetek, ott volt, amikor megszoktatott először az édesanyátok, ott volt veletek, ahogy felnövekedtetek, amikor elkerültetek halálos betegségeket, vagy túléltetek halálos betegségeket, amikor túléltetek halálos baleseteket, ott volt az én Istenem, ő ad életet, lehelletet és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Miért? Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák. Jól lehet, bizony nincs messze egyikünktől sem. És most mond Pál egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Miképpen a ti költőitek közül is mondták némelyek, és megint egy pogány iratot vesz elő az apostol, és ez az idézet abból a pogány költeményből, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. És ez a mai este valahol evangelizáció is akar lenni, és én most szeretném az evangelizációs részt megtartani. És lehet, hogy akik itt még nem fogadták el az Úr Jézust, azok hallottak róla, és nem olyan helyzetben vannak, mint ezek a pogányok itt, hogy semmit nem tudtak Jézus Krisztusról, abszolút semmit, és őket csak a természettel, az életükkel és az isteni gondviseléssel lehetett megérinteni. De én most szeretnék hozzád fordulni, te meg nem tért barátom, hogy az, hogy te életben vagy, az, hogy él az anyád, az apád, meg az őseid, az, hogy megfogantál, hogy megszülettél, hogy eddig volt mit enned, innod, hogy nem haltál meg a gonoszok halálával, hogy nem kapott el a Covid, hogy nem esett rád valamilyen betontömb, ami agyon nyomott volna, ez az én Istenemnek, akit hirdetek, a jóságos kegyelme. Az ő megtartó hatalma szeretete.
És Jézus azt mondta az alapigében, hogy nézzétek meg a mezőnek a liliomait, és nézzétek meg a mezőnek a madarait, és lássátok meg, hogy az Isten gondoskodik róluk. És nézzetek ki a teremtett világba, és csodálkozzatok. Mint az a barátom, aki, amikor nagyon el volt keseredve, egészen fiatalon, tinédzserként, és egy nagyon-nagyon rossz családi háttérből érkezett. És nagyon, tehát még nevelő intézetben is volt, ahol az árva gyerekeket nevelik, holott megvoltak a szülei, legalábbis az édes anyja, az apja meg börtönben ül gyilkosságért, elképzelhetitek, és kiment a Berettyópartra, hogy véget vet az életének. És mielőtt öngyilkosságot követett volna, Isten azt mondta egy őzikének, hé Géza, menj már oda ki a sinekre, mert ennek a Sanyinak most téged kell meglátnia. És a Sanyi meglátta az őzikét. És azt mondta, lennie kell Istennek. Lennie kell Istennek. Aki ilyet tud csinálni, az nem egy robbanás, az nem egy univerzum erő, az nem egy energia, hanem ez egy gondolkodó lény. És aki gondolt az őzikére, az gondol rám is, aki most véget akarok vetni az életemnek. Így tért meg? Így ismerte fel az Istent. Úgyhogy, ha innen kimentek, és esetleg még mindig nem akarnátok hinni, akkor menjetek ki az erdőbe, és mondjátok Istennek, hozz egy őzikét, Uram, valami hívő őzikét hozzá, hogy megláthassalak téged benne. De ha csak a paradicsomot leszeded, ami ma megérett a kertedbe, vagy holnap, gondolj arra, ezt az én Istenem napja élelte, az én Istenem földje táplálta, az én Istenem termékenyítette meg ezt a gyümölcsöt. Erről van ugyanis szó, és ez kizárólagos, és itt más Isten nem tud beleturkálni ezekbe a dolgokba, az emberek bele tudnak, de csak rontanak rajta. A mi Istenünk minden egyes ember gondviselő Istene. Jézus azt mondja, az Isten felhozza a napját jókra és gonoszokra. De jó, hogy felhozta a napját a gonoszokra, mert ha csak a jókra hozta volna fel a napját, akkor én a megtérésem előtt meghaltam volna. Napfény hiány, D-vitamin nem kaptam volna, és meghaltam volna. De mikor gonosz voltam, az Isten fenntartott engem, nem a pokolra, nem a büntetésre, hanem a megtérésre tartott fent. És téged az Isten a megtérésre tart fent, ilyen régóta. És gonosz vagy, és ad neked ételt, és ad neked italt, és lehelletet, és lélegzetet, és életet, és ételt, és egészséget, és mindent. Nem azért, hogy a pokolra hízlaljon, hanem hogy a megtérésre tartson fent. És kár lenne pocsékolni az Isten napját arra, hogy újabb butaságokat kövessél el, hanem oda kéne adni az életedet neki, és el kéne szígyelned magad, hogy eddig nem gondoltál a megtérésre. A te gondviselő Istened arra hív, hogy ő benne higgyél, hogy ő neki add át az egész életed. Az Ószövetségben más volt a gondviselés. Az Ószövetségben egész különleges volt a gondviselés. Mózes könyvében olvasunk egy nagyon érdekes fejezetet, mindjárt fogok egy pár verset olvasni belőle, de előzetesen azt szeretném elmondani, hogy elmondta Mózes azt a rendelkezését Istennek, hogy amikor bementek az ígéretnek a földjére, akkor kell csináljatok egy olyan cselekedetet, egy olyan parancsot kell végrehajtsatok, hogy fel kell menjetek két hegyre. Az egyik az Ebál hegye, a másik a Garizimnak a hegye. És akik az Ebál hegyére mennek fel, a népnek a fele, azok el kell mondjanak egy átok sorozatot. Mi fog vele történni, ha nem figyelsz Istenre? Akik a Garizim hegyére mennek fel, azok el kell mondjanak egy áldás sorozatot, mi fog vele történni, hogyha hallgatsz az Istenre, hogyha szereted őt és követed őt. Az egyik az az átok mondásnak a hegye lett így, a másik meg az áldás mondásnak a hegye lett így. És ez már önmagában egy nagyon-nagyon szép üzenet a mi számunkra is, mert sokszor elmondom testvéreknek, akik zugolódnak, neheztelnek, problémáik vannak másokkal,
életkörülményeikkel, egészségükkel, mi egymással kapcsolatban, mondom, testvér, te most le kell másszál az Ebál hegyéről, és fel kell kapaszkodjál a Garizim hegyére. Mert te most az Átok hegyére lyukadtál ki. És ha onnan lenézel, akkor minden kietlen, minden sivár, minden pusztaság és minden átkozott. De hogyha lejössz arról a hegyről, és felmész az áldásnak a hegyére, egészen más fényben fog tündökölni ugyanaz a dolog. Mert más oldalról fogod megközelíteni az áldásnak az oldaláról. Úgyhogy ha van olyan közöttetek, aki zugolódik, panaszkodik, vagy akinek nehézségei vannak, aki átok alatt, az átok azt jelenti, hogy rosszat mond. Rosszat mond. Az áldás azt jelenti, hogy jót mond. Le kéne jönnünk az átoknak a hegyéről, és fel kéne menni az áldásnak a hegyére. És az áldás hegyén találkozunk Istennek a gondviselésével. Az 5 Mózes 28-ban ezt olvassuk. Elolvasom a 14 verset, nagyon szép ez a 14 vers, az áldásoknak a sorozata. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma neked, akkor e földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened. És rád szállnak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. És figyeljetek, milyen áldások vannak megígérve. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse, és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása, és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad, és a te sütőteknőd, áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak, egyúton jönnek ki reád, és hét úton futnak fel előled. Áldást parancsol melléd az Úr a te csüreidben és mindenben, amire reád teszed a kezedet, és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Az Úr felkészít téged magának, szent néppé, amiképpen megesküdött néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő utain jársz. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztet el, és félnek tőled, és bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében, és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől megesküdött az Úr a te atyáidnak, hogy neked adja azt. Megnyitja néked az Úr az ő drága kincses házát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. És feljé tesz téged az Úr, és nem farokká, és mindinkább feljebb való leszel, és nem alább való. Ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma neked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat. És ha nem térsz, és ha el nem térsz egyetlen igétől sem, amelyet én parancsolok nektek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek. Ez tehát az áldásoknak a sora. Két dologról szól az áldások sora. Gazdagság és győzelem. Gazdagság és győzelem. Az ószövetségi hívőknek az volt megígérve, ha az Istent szereted, ha az Istent követed, hogyha engedelmeskedsz Isten igéjének, ha nem mész idegen istenek után, akkor én biztosítom számodra azt a fajta gondviselést, hogy mindig bőségesen fog teremni a földed, bőségesen fog ellenni a tehened, sok gyereked lesz, meg fog növekedni a nemzet, anyagi jólétet adok neked, és hogyha ellenséggel kell megütközzél, akkor te fogsz győzni, és azok fognak elmenekülni. Dávid komolyan vette az áldásokat. Odafigyelt Istenre, és megragadta az áldásokat. A helyes sorrend ugyanis ez. Nem arról van szó, meg akarom ragadni az áldásokat, ezért odafigyelek Istenre. Ez a rossz sorrend. A helyes sorrend, megragadom az Istent, akit szeretek, és megkapom az áldásokat is.
És ezért volt az, hogy Dávid magabiztos volt, de pontosabban fogalmazva, Isten biztos volt akkor, amikor Góliáttal megütközik. És mielőtt még létrejött volna a csata, Dávid az eredményjelző táblára kiírta a végeredményt. 1-0 Dávidnak. Mert te karddal, láncsával és dárdával jössz ellenem, én meg a seregek urának a nevében megyek ellened. Azt a seregek ura megmondta Mózesnek, ami ősünknek, hogy aki ő benne hisz, az fog győzni. Úgyhogy kedves Góliát, vedd tudomásul, hogy ma meghalsz. Megértetted? Góliát visszalőtt. Nem, te fogsz meghalni, kisöcsém. Csak hogy ez nincs benne Isten igéjében, hogy a Góliátok győznek. Ez itt az igazság, drága testvéreim, és a szellemi törvényszerűségek ebben a könyvben vannak megírva, és nem a Góliátoknak, az ütött kopott fejébe. És ez fog beteljesedni. És a kis kavicssal oda ütött Dávid az ő pásztorszerszámával, ahol a erős pontja volt ennek a Góliátnak, úgy gondolta, hogy ő mindent kitalál, hogy neki csodás dolgok jutnak az eszébe, na akkor ebbe az észbe már több csodás dolog nem fog jutni. És Dávid győzedelmeskedett, mert hitt az ígéreteknek. És ugyanúgy működnek ma is az ígéretek, de fogjuk látni, hogy mi már az új szövetség népe vagyunk. És Dávid aztán meg is gazdagodott. És olyan sok aranyat, ezüstöt halmozott fel, hogy abból Salamon király el tudta kezdeni a templomnak a felépítését. És még Salamon király, aki kezdetben istenfélő volt, nagyon sok aranyat és ezüstöt tudott még hozzátenni a kincsekhez, és magának is épített palotát, és beteljesedett mindaz, amit Mózes könyvében olvasunk, hogy aki az Istenre figyel, azt Isten győzelemre segíti, és az Isten meggazdagítja. Ez az ószövetségi törvényszerűség. Ebben hittek a zsidók nagyon határozottan és nagyon erősen. És amikor nem figyeltek oda az Istenre, akkor a zsidók bajba kerültek. Leverték őket az ellenségeik, elszegényítették, kirabolták őket az ellenségeik, és az ígéret földjéről elvitték őket idegen földre. És tudjátok, a történelem kereke azért forog, hogy tanuljunk belőle. És a zsidók nagyon sokat tanultak a történelemből. És azt mondták a zsidók, nem fogunk többé a pogány isteneknek áldozni. És Jézus idejében nem az volt a gond, ami Jeremiás idejében, meg Ezékiel idejében volt, hogy idegen isteneket imádtak. Ettől írtóztak a zsidók. A képmutatás, az eddig ismeretlen bűn, a büszkeség, a képmutatás jött elő. Jézus azt kezdte el ostromolni, de a bálványimádás már nem jött vissza. És ezek a zsidók, akik Istenhez fordultak, nagyon vallásosak voltak, és a farizeusi mozgalom, az írástudó mozgalom egy nagyon egészséges ébredési mozgalom volt a zsidóságon belül. Kezdetben azt mondták, térjünk vissza Isten törvényéhez, igéjéhez. Tiszteljük a szüleinket, tartsuk meg a nyugalomnapot, hogy megint mi legyünk a győztes nemzet, és megint meggazdagodjunk. És ezt várták, hogy győztesek legyenek, és meggazdagodjanak. És nagyon sokat imádkoztak, és nagyon sokat böjtöltek. Közben persze csinálták az ostoba bűneiket, Jézus átlátott a szitán, de arra számítottak, hogy az ő imádságuk, istenfélelmük, biblia ismeretük által Isten elküldi a messiást, és eljön a várva várt győzelem, és eljön a várva várt gazdagság. És ezért volt az, hogy amikor felismerték a zsidók Jézus Krisztusban a messiást, ugye a Krisztus azt jelenti, hogy messiás, csak a Krisztus görögül van, a messiás héberül van, ugyanazt jelenti, a felkent, akit Isten megígért, és amikor felismerték, hogy eljött a messiás, hogy Jézus a messiás, akkor azt mondták, hogy hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak nevében. Még a ruhájukat is levették, leterítették a csacsi elé, és azon ment végig a szamár, és Jézus előtt pálma ágakat lengettek, és azt mondták, elérkezett végre az idő, nem hiába imádkoztunk, nem hiába tértünk meg Istenhez, nem hiába jöttünk vissza a fogságból, nem hiába kutattuk az írásokat, most jön el a győzelem, most jön el a felvirágzás, most jön el a gazdagság. Hogy a messiás kereszten végzi, anya szült mesztelen, meggyalázva, megkorbácsolva,
6 órán át keményen szenvedve a kereszten, és meghal. Ez teljes mértékben lehetetlen, hiszen megírta nekünk Mózes, hogy ha mi ráhallgatunk, az Istenre hallgatunk, akkor győzelmet és gazdagságot ad nekünk. Ezért nem tudtak mit kezdeni a zsidók és Péter az Úr Jézusnak a halálával. Mert Jézus már az új szövetségbe vezette át az ő népét. Még nem jött el az az idő, amikor a zsidóság legyőzi az ő ellenségeit, és gazdag lesz. Egyébként el fog jönni. A Biblia erről beszél, hogy a zsidóságnak lesz még egy nagyon nagy, nehéz időszaka, de azután lesz egy nagyon áldott időszaka. De ezzel mi most nem foglalkozunk. Azzal foglalkozunk, hogy a nép azt várta Jézustól, hogy jön az isteni gondviselés, jön a győzelem, és képzeljétek el, mikor Jézus odaért a templom közelébe, akkor jobb kézfele volt a római helyőrség, az Antónia erőddel, ahol volt Pilátus, meg ahol voltak a tisztek, meg a katonák, és bal kézfele meg volt a templom. És a sokaság, aki hallelujázott, aki ünnepelt, az természetesen tudta, hogy Jézus be fog menni az Antónia erődbe, az kinyírja a rómaiakat. Most jött el a győzelem ideje. Most fogunk ünnepelni. Most rázzuk le a római rabigát magunkról. Beteljesednek az áldások, amiket elmondtak a Garizim hegyén az ősiek Mózes idejében. De ráfagyott az arcukra a mosoly, amikor Jézus balra fordult, és nem jobbra. És bement a templomba. És még jobban ráfagyott az arcukra a mosoly, amikor Jézus cirkuszt csinált. És felborogatta az asztalait a zsidó barátainknak. Hát miért nem azokat borogatott fel? Miért a mélyeinket bántod? És Jézus azt mondja, ez a ház, ez az imádságnak a háza. És ti szemét módon akadályozzátok azokat, akik imádkozni szeretnének a mocskozó üzleteitekkel. És én azt akarom, hogy az én népem és minden pogányok, akik jönnek, mert már a pogányok jöttek Istenhez, imádkozzanak. Jézus azt akarja, hogy imádkozzanak az emberek. Jézus másfajta gondviselést hozott el. Jézus másfajta gazdagságot, másfajta győzelmet hozott el az új szövetségi népnek. És ezt jött biztosítani azzal, hogy kiűzte a kufárokat a templomból, és azzal, hogy az életét feláldozta a kereszten. Nagy csalódást okozva a zsidóknak, de áldott életet hozva nekünk, pogányoknak. Halleluja! Meghalt, ami megváltunk a világ bűneiért, a mi bűneinkért. Nem győztesként vonult be, nagy királyként, nem a zsidókat emelte fel, hanem minket szerencsétlen, bűnös pogányokat, Istentől távol élőket, istenteleneket meglátogatott az ő nagy kegyelmével. Sehol, 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 ti az új szövetségben nem fogjátok azt látni, hogy aki az Istenben hisz, az legyőzi majd az ellenségeit karddal, fegyverrel, vagy drónnal, vagy atombombával. Sehol nem fogjátok azt látni, hogy a hívők, akik igazán komolyan veszik Isten igéjét, azok majd egyre és egyre és egyre gazdagabbak lesznek. Pontosan az ellenkezője. Olyan szegény volt Jézus, mint a templom egere. Pál apostol, aki itt még volt valaki, mindent elhagyott, szegényé lett, munkálkodott, ütötték, verték. Nem ő győzte le az ellenségeit, az ellenségei győzték le őt. És amikor arcul csapták, akkor oda kellett tartani a másik orcát is. Nem, barátocskáim, mondja Jézus, ti nem fogjátok legyőzni az ellenséget. Ti nem fogjátok fegyverrel kiábrázolni az Isten országát. Ti nem fogtok földi javakban dúslakodni, hanem egyszerű emberek lesztek, szegény emberek lesztek, ti lesztek a legyőzöttek. Ti belül lesztek gazdagok. Ti önmagatokat fogjátok legyőzni. És megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar az Isten. Ti győzni fogtok, de a szellemi csatatéren. Ti gazdagok lesztek, de a szívnek a gazdagsága lesz a tiétek.
Keressétek először Isten országát és igazságát. Keressétek ezt a gazdagságot. Isten fantasztikus gazdagságot ígért az új szövetségi népének. De ezt nem grivnyában lehet mérni, vagy nem dollárban, nem aranyban vagy ezüstben lehet mérni, hanem lelki gazdagságot, láthatatlan gazdagságot. És ha olvassátok a Szentírást, akkor olyan cikornyás mondatokat olvastok, olyan barokkos díszítéssel van kidíszítve ez az áldás, mint amilyen az Efezusi levélnek az első versei. Figyeljétek, nem is tudom, hol hagyjam majd abba. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Minden lelki áldás a tiéd. Minden lelki áldás a tiéd. Minden lelki áldás a tiéd. Érted? Óriási gazdagság. Árad ránk a mennyei arany. Árad. Kulcsunk van az Isten tárházaihoz. Beléphetünk a miénk, nem kell kirabolni, hanem árad ránk. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jókedve szerint, kegyelme, dicsőségének, magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben. Milyen dicsőséges az Isten kegyelme. Ez az én öltönyöm. Az Isten kegyelme. Akkora áldás, hogy Isten igaznak fogad el engem? Hát hogy lehet, hogy engem az Isten igaznak fogad el? Hát én nagyon jól ismerem a bűneimet. Hát Uram, te nem ismered az én bűneimet? Te nem tudod, hogy én milyen szemét ember vagyok? Azt mondja erre Isten, mit gondolsz, miért adtam érted a fiamat? Hát nagyon jól tudom, hogy milyen vagy te. És amit Jézussal kellett volna az Isten cselekedjen, azt velem csinálja meg. Képzeljétek, rám néz, és azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Hát Uram, nem is vagyok a fiad. Nem is gyönyörködhetsz bennem. Nem is szerethetsz engem. Isten azt mondja, Krisztusért így látlak téged. És amit én érdemeltem volna, ahogy velem kellett bánni, úgy bánt Isten a kereszten az Úr Jézus Krisztussal. Ez egy totális csere, értitek? Ez egy csere. Én ültem bele Jézusnak a székébe, én kapom a koronát, én kapom a mennyei aranyat, én kapom a dicsőséget, én kapom a dicséretet, én kapom a cirógatást, én kapom a vigasztalást, én kapom a szeretetet. De milyen jogon? Ámulok csak hullik rám az egész, az ölembe potja. Mert Krisztus kiharcolta nekem. És győztessé tesz engem. És a Jelenések könyvében azt olvassuk 7-szer. Aki győz, aki győz, aki győz, aki győz. Nem a rómaiakat kell elűzni, még csak nem is valamelyik most harcoló alakulatot, vagy a Wagner csoportot kell nekünk legyőzni. Öljenek meg, ha akarnak. Rajtunk már nem fog a halál, testvérek. Hát mi élünk, hát nekünk örök életünk van. Hát mi dicsőségbe vagyunk öltözve, mennyei állampolgárok vagyunk, miket nem lehet megölni, ahogy Jézus se lehetett. Eltették lábbalól, 3 nap múlva megjelent. Ő él, és mi ő benne, és ő vele élünk együtt. Elpusztíthatatlanok vagyunk, örök életnek a birtokosai, gazdagok. És ezért mondja az Úr Jézus, keressétek először az Isten országát és igazságát. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. A rozsda megemészti, a moly megemészti. A szemetek láttára fog tönkre menni, amit gyűjtöttetek. Egy kis baleset, egy kis háború, egy kis válság, egy kis infláció, semmivé lesz, amiért annyit dolgoztatok. De hogyha mennyei kincseket gyűjtötök, ha most hirtelen mindenkinek a feje fölött megjelenne a mennyei bankszámlájának az értéke, akkor büszke lennél, vagy szégyelnéd magad? Mi lenne ott? 1 millió mennyei arany? 1000 talentum? Vagy 0 lenne ott? Vagy mínusz? Minusz. Adós vagy még azzal az Istennek,
hogy nekiad magadat. Egy nagy mínuszba vagy. És amikor rájössz arra, hogy mínuszba vagy, azt mondod, hát akkor én most mivel fizessek az Istennek? Elkezdek mennyei kincseket keresni. Na de a kincskeresés a mennybe se olyan egyszerű, a földihez hasonlóan, mert nincs munkahely. Egy ilyen bűnösnek, mint te vagy, nem adnak munkát a mennybe. Itt máshogy történik a meggazdagodás. Itt Jézus Krisztus egyenlíti ki a számlát, és ehhez úgy lehet gyűjteni, ha Jézus Krisztus állít téged munkába. Mint az újlaki cigányasszony, akinél ebédeltem, mikor ott szolgáltam. És az egyik legnagyobb élményem itt Kárpátalján. Hogy testvér, hát én úgy szerettem volna az Úr Jézusnak szolgálni. Hát ő engem megtérített a bűneimből, és én annyira kértem az én drága Jézusomat, Uram, add, hogy én neked szolgálhassak, kérlek. A megváltott embernek a szíve ilyen. Hadd dolgozzak neked, Uram, kérlek téged. Engedd meg, hogy szolgáljalak, kövesselek téged. És amikor ezt elmondta, kihúzta magát, és én takarítom a templomot. Én vagyok a templom takarító. Hát az asszony az repült, már úgy kellett megfogni, hogy még nem most kell elmenni a mennybe, tessék, várj egy picit. Az örömtől, hogy ő takaríthatja a templomot, most te itt megkapnád, az ajtón kimész, mondaná, tiszteltes úr, döntött a presbiterium, mától te takarítod a templomot. Hogy mennél haza? De mélyes lennél. Hát miért engem választottak ki templomot takarítani, még az, hogy? Hát legalább valami nemes feladatot bíztak volna rá. Hát az meg annyira boldog volt, érted? És az Úr megbíz feladattal, és akkor tudod gyűjteni a mennyei kincseket. És ezek nem fognak a porba hullani. Ezek nem fognak eltűnni, ezek a mennyei kincsek. És tudjátok, ilyen az, aki az Istenben gazdag. Jézus mond egy ilyen mondatot, aki az Istenben gazdag. Mert a gazdag ember, akiről mondta a példázatot, hogy annyi gabonája termett, hogy új projektet kellett készíteni, a régi csűröket lerontani, nagyokat, újakat építeni, hiszen úgy is meg fog térülni, jó üzlet befektetni. Egyél így áll én lelkem, sok évre van elegendő javad. Na ennek a léleknek azt mondta az Isten, na gyere csak ma éjjel fel ide hozzám. Véget vetek az életednek, és itt elszámolunk. A te csűreid, mert majd lesznek az ellenségedé. Azt mondja Jézus, így jár az, aki nem az Istenben gazdag. Halljátok, Pál mondja, én úgy futok, hogy elérjem. Ti úgy fussatok, hogy elsők legyetek. És én most mondom nektek, hogy én versenyre kelek veletek, és le akarlak titeket elűzni. Én akarok lenni az első. Én akarok lenni. Ez biztos, hogy így van. Én futni akarok, és gazdagabb akarok lenni, mint ti. Gyertek, dolgozzunk együtt, versenyezzünk. Ki tud engem leelőzni? Ki tud többet gyűjteni az Isten országában? És ez a fajta versenyszellem legyen bennünk. De egyébként ez egy olyan pálya, ahol mindenki győztes lesz. Mert neked saját pályád van. És nem velem kell versenyezzél, hanem a te óemberi romlott természeteddel. Meg a te testi kényelem szereteteddel. Ezzel kell neked megküzdeni. Meg az ördögnek az ezerféle kísértéseivel. Azzal kell neked megküzdeni. Nem én velem. Olyan jó lenne, hogyha megértenénk azt, hogy az isteni gondviselés milyen gazdagságot ajándékoz nekünk. Milyen hatalmas örömöt. Isten országa nem evés, ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. A reménységnek Istene, ugye most a reménység éve van, mondja Pál egy másik helyen, a római levélben, a reménységnek Istene pedig töltse be a ti szíveteket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Ilyen barokkos mondatokat mond, gazdagság, bővölködés, lelki kincsek, belül. És ahogy egyből kiszúrod, hogyha valaki gazdag, mert olyan a háza, olyan a kerítése, olyan a ruhája, olyan az autója. Meg fogod látni azt, hogy kiben mennyi mennyei kincs van.
észre lehet venni. És szeretsz majd annak az embernek a közelében lenni, mert kapni fogsz tőle. És te is lehetsz egy ilyen mennyei kincsekben gazdag ember, aki kap. És Isten ne gondolna a földi szükségleteinkre? Dehogy nem gondol a földi szükségleteinkre. Azt mondja, nézzétek meg a liliomokat, nézzétek meg a verebeket. És akkor a felületes igehallgató azt mondja, hát akkor nem kell dolgozni. Akkor reggeltől estig csak imádkozhatok. Jaj, drága testvérem, hát te félreértetted az igét. Itt sehol nem mondja Jézus, hogy nem kell dolgozni. Azt mondja, nézd meg a verebet, milyen szorgalmasan gyűjti a kukacot, meg a magot. Nem azt mondja Jézus, hogy ne dolgozz, azt mondja, hogy ne aggódj. Érted a kettő között a különbséget? Menj el dolgozni, csináld a kutya kötelességedet, de ne aggodalmaskodjál. Mert ha megtetted, amit megtehetsz, még ha szerények is a képességeid, Isten meg fogja áldani azt. Nem azt mondja, hogy gazdag leszel, hanem azt mondja, lesz élelmed, lesz ruházatod. És nem kell aggódj a te életed felől. Annyira kevés is elég nekünk, elhiszitek? Sokkal kevesebb is elég lenne nekünk annál, mint amink van. Mi dúslakodunk, mi olyan életszínvonalon vagyunk, mint 500 évvel ezelőtt egy király. Sokkal gyorsabban utazunk, sokkal jobb a kommunikációnk. A nagy kastélyokban hatalmas belterek voltak, állandóan fáztak a királyok, egyszer elmondták nekünk. Jó nagy tűzhely volt, és egy hatalmas beltér, sokkal nagyobb, mint ez a templom. Reszkedtek a királyok, így uralkodtak, hogy mindig be voltak bugyelálva, egy nagy bundákba, érted? Bekapcsolod a hűtő-fűtő klímát, vagy a gáz, vagy a nem tudom én milyen vegyes kazánodat, és olyan meleg van, amilyet akarsz, még szabályozni is tudod. Királyi módon élünk. De mi a helyzet a lelki kincsekkel? Jézus azt mondja, ezeket a földi dolgokat hagyjátok Istenre, és ő alapvetően gondot fog rólatok viselni. Ismerek egy testvért, aki a bizonyságtétele nyomán tudott alapítani az általa megtértekből egy gyülekezetet. Megtért valaki, egy tanár egyébként, felső vezetőket oktat, cégvezetőket oktató tanár. És amikor megtért valaki, egy cégvezető, az elhívta a feleségét, a munkását, a szomszédját, a testvérét, kialakult egy gyülekezet. És ez a vezetőket oktató vezető azt mondta, hogy én havonta már csak 3 napot dolgozok, 3 nap alatt megkeresem a családomnak a betevő falatot, és a hónap többi részében pásztorlom a gyülekezetemet. Na, valami ilyesmiről van szó, hogy mennyei kincseket termel. Lehetne 10-szer annyi vagyona neki, de ő lemond erről, hogy a gyülekezeti élet tudjon fejlődni. És dolgozik, nem lopja azt a pénzt. A veréb szorgalmas, és a lilium is megcsinálja maga dolgát. Nem Isten helyette fog dolgozni, hanem Isten megáldja az erőfeszítéseit a virágnak és a madárnak. Megáldja a te erőfeszítésedet. De kérlek benneteket, ne merjetek aggodalmaskodni. Ehhez túl nagy a tét, ehhez túl nagy az Isten, hogy mi aggodalmaskodással pocsékoljuk el az időnket. Itt már a testvérek kiszúrták az én bizonyságtételemet, és jó, megpiszkáltak vele, de vállalom, mert nekem ez adatott, hogy az én szakállam akkor kezdett őszülni, jó 25 éve, amikor végig aggodalmaskodtam egy éjszakát, mert a lakóhelyünkről ki kellett költözködni. Munkahelyet is elveszettem, és a lakóhelyet. A kettő összefüggött, és nem tudtam, hova megyek lakni. Egy hónapunk volt rá, és azzal kezdtem, hogy halálra aggódtam magam, lefeküdtem aludni, reggel felkeltem, és itt, jobb oldalt, volt egy újnyi folt fehér szakáll. És az Isten azzal szokott engem megviccelni, vagy megbüntetni, vagy mit tudom én, megfenyíteni, hogy ha aggódok egy kicsit, akkor hopp, egy újabb szakál megint fehér lesz. Na, kell neked aggódnod. Aggódsz még egy, hopp, megint egy angyal jön hozzá, puff, egy pillanat alatt fehér lesz, az beőszültem, értitek? És
mondja Isten, mikor tanulsz már meg bízni bennem? Most azon dolgozok, hát ha kibarnulna, és jövőre, ha eljövök hozzátok, hogy most már én nem félek, testvérek, most már az Istenben bízok. De higgyétek el, hogy nagyon megtanít az Isten ő benne bízni, nagyon sok életem, nagyon sok területén, nagyon sok harcomban, de nagyon sok győzelmem. És nagyon sok békességem van, és nagyon sok reménységem van. Gazdag vagyok, és győztes vagyok, nem fizikai értelemben, hanem lelki-szellemi értelembe. És Istennek ez a gondviselés az új szövetségben felétek is, ha nekiadjátok magatokat, ha hisztek ő benne. Amen. Imádkozzunk majd, mondjuk el az Úrtól tanult imádságot is. Köszönjük neked, gondviselő jó atyánk, hogy a te szereteted kiárad az egész világra, hogy felhozod a te napodat jókra és gonoszokra, hogy még a legpogányabb, a legistentelenebb, többszörös gyilkos, még az is te benned él, van, és te adsz örömöket a szívébe. Furcsa, válogatás nélküli, nagy szeretettel vagy minden emberhez. Köszönjük az Ószövetség áldásait, hogy láthattuk, hogy amikor benned bíztak, felemelkedtek, és amikor elfordultak tőled, alászálltak. De legjobban köszönjük neked, drága Istenünk, a Jézus Krisztusban adott áldást, aki nagyon nagy gyötrelmek között halt meg a kereszten, és ránk hagyott egy örökséget. És ez nem egy anyagi örökség, ez nem egy katonai, gazdasági örökség, hanem ez egy lelki, hitbeli, szellemi örökség, Uram. És köszönjük neked a Jézus Krisztusban való meggazdagodásnak a lehetőségét. Adj nekünk győzelmet, segíts nekünk, Uram. Gyengék vagyunk, aggodalmaskodók vagyunk. Megszégyenítő, hogy ennyi áldás és gazdagság ellenére is mennyire szegények vagyunk, mennyire mínuszba tudunk lenni, mennyire el vagyunk adósodva. Bocsáss meg nekünk, könyörülj rajtunk, hozz fel minket, egyenlíts ki a számlát, kérünk, Urunk, nem tudjuk kifizetni, állíts minket munkába, engedd meg, hogy mások lábát mossuk, a te templomaidat takarítsuk, hogy lábtörlőkké lehessünk a te országodban, Uram. Kérlek, fogadj be béresként a te házadba, Istenünk. Könyörülj rajtunk, áld meg a te koldus népedet, hisz boldognak mondod a szegényeket, az éhezőket és a szomjazókat. És mi most nem vagánykodni jöttünk eléd, vagy dicsekedni, hanem kérni, kegyelmet kérni, a mi gondviselő, teremtő és megváltó Istenünktől, Jézus Krisztus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentléleknek ereje által. Amen.